Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit a Lectio Divina Eucharistica következő alkalmán. Kezdjük egy imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője, Szent József és Szent Jeromos, könyörögjetek érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A Lectio Divina Eucharistica imádság sorozatunk során az oltári szentséghez kapcsolódó szentírási szakaszokat, újszövetségi epizódokat tanulmányozzuk a Lectio Divina, vagyis a szentírás imádságos módszere segítségével. Az imádságot követően csendesedjünk el, és olvassuk föl a mai szentírási szakaszunkat, amelyet Szent Pál apostolnak az első korintusi leveléből, a 11. fejezet 17-es versétől a 34. versekig olvasunk fel. A következő intézkedéssel kapcsolatban nem dicsérhetlek meg titeket, mert összejöveteletek nem javatokra, hanem károtokra szolgál. Először is azt hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadás van köztetek. Ezt részben el is hiszem. Kell is, hogy szakadás legyen köztetek, hogy a megbízhatók kiváljanak közületek. Mikor ugyanis egybe gyűltök, az már nem az Úr vacsorájának elköltése, mert étkezés közben kiki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhen marad, a másik pedig megrészegül. Hát nincs otthonotok evésre, ivásra, vagy semmibe sem veszitek az Isten egyházát, és zavarba hozzátok a szegény sorsúakat? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek? Ezért nem dicsérlek. Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek. Az Úr Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, melyet értetek adok, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség az én véremben, ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre. Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, míg el nem jön. Ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellenvét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, és csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kehelyből, mert aki méltatlanul eszik és iszik, anélkül, hogy megkülönböztetni az Úr testét, tulajdon ítéletét eszi és issza. Ezért gyöngék és betegek közületek sokan, többen pedig holtak. Ha azonban helyesen ítélnők meg magunkat, nem lenne részünk az ítéletben. Ha viszont az Úr ítél meg minket, javulásunkra teszi, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. Ezért, testvéreim, ha étkezésre gyülekeztek, várjatok egymásra. Ha valaki éhes, egyék otthon, hogy ne ítéletre gyűjjenek össze. A többit majd megérkezésem után rendezem el. Szent Pál apostolnak az első korintusi leveléből, a 11. fejezetből olvastuk föl ezt a szakaszt, a 17. verstől a 34. versekig. Ennek a szentírási szakasznak a felosztását úgy tudjuk meghatározni, hogy a 17. verstől a 22. versekig az apostol egy konkrét kérdésre válaszol, egy konkrét problémára reflektál az eukarisztikus ünneplés kapcsán, a korintusi közösség eukarisztikus ünneplése kapcsán. Ezt követően a 23. verstől a 26. versekig ennek a szentírási szakasznak a szívében az oltári szentség megalapítását mondja el Pál apostol. Végül a 27. verstől a fejezet végéig, a felolvasott szakasz végéig, a 34. versekig szintén konkrét kéréseket, javaslatokat,
utasításokat fogalmaz meg Pál az eukarisztikus ünneplés kapcsán. Az első keresztények, amikor szentmisét ünnepeltek, vagyis amikor megtörték a kenyeret, akkor ezt az ünneplést egy szeretett vendégséggel egészítették ki. Vagyis a szentmisét követően mindenki, amit otthonról hozott, elfogyasztotta. Ezt a szeretett vendégséget mi is ma is agapénak, szeretett lakomának, szeretett vendégségnek nevezzük. Viszont az első szakaszban, a 17-estől a 22-es versekig az arról olvashatunk, hogy különböző szakadások, nézeteltérések voltak a korintusi közösségben. Voltak gazdagok, akik bőségesen hoztak ennivalót, szegények, akik nem nagyon tudtak ételt hozni, és így az eukarisztikus ünneplést követően, miután ettek Jézus testéből és ittak Jézus véréből a keresztények, egyenetlenség támadt köztük, szeretetlenség, mert nem osztották meg azt, amiük van. Egyesek jól laktak, mások pedig éhen maradtak. Ezért figyelmeztet az apostol. Az eukarisztia ünneplése egységre hív. Nem lehet, hogy szakadás legyen közöttünk, nem lehet, hogy megosztottság legyen közösségünkben. Hiszen Jézus Krisztus testével és vérével táplálkozva azt a küldetést, azt a meghívást kapjuk, hogy legyünk egységesek, a közösséget építsük. Vagyis osszuk meg azt, amink van másokkal, különösen is a szegényekkel. Nem igazán tudjuk jól ünnepelni az eukarisztiát, a szentmisét, ha nincs meg közöttünk az egység, ha nincs meg bennünk az, hogy amink van, lehetőségeink szerint megosztjuk másokkal, elsősorban a nélkülözőkkel, a szegényekkel. A 23. verstől a 26. versekig egy kicsit részletesebben vizsgáljuk meg ezt a szakaszt, egy kicsit elidőzve néhány szónál, bíbelődve ezekkel a szavakkal. Hiszen ez a központi rész. Itt az apostol elmondja az utolsó vacsorának azt a fontos mozzanatát, amikor Jézus Krisztus megalapította az eukarisztiát. Az evangéliumokban, a szinoptikus evangéliumokban, vagyis Máté, Márk és Lukácsnál olvasunk az eukarisztia megalapításáról. Máté, illetve Márk evangélista hasonlóan beszél erről, Márk a 14. fejezetben, Máté pedig a 26. fejezetben. Lukács az ő evangéliumának 22. fejezetében szintén elbeszéli az eukarisztia megalapítását, hasonlóan Pálnak az imént fölolvasott szentírási szakaszához. Nagyon érdekes azt is megemlítenünk, hogy a legrégebbi beszámoló az oltári szentség megalapításáról az első Korintusban lévő szentírási szakasz, amit az imént felolvastam. Hiszen az első Korintus levél az 50-es évek közepén íródott, míg az evangéliumok az azt követő évtizedekben. Tehát ez a szentírási rész az első Korintus levél 11. fejezetéből a legrégebbi írásos emlék az oltári szentség megalapításáról, az utolsó vacsoráról. Ennek fényében próbáljuk meg átgondolni, megfogalmazni, hogy mit szeretne Pál elmondani. Mi a szentírási részlet szó szerinti üzenete? A 23. versben a következőt olvassuk. Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek. Vagyis az apostol felhívja a figyelmet arra, hogy amit ő most leír, amit elmond, azt nem emberek elbeszéléséből tudta meg, hiszen Pál nem volt jelen az utolsó vacsorán. Ezt ő közvetlenül az Úrtól, az Úr Jézustól kapta ennek az utolsó vacsora eseményeinek az ismeretét. Hiszen a Galata levél első fejezet 12. versében azt mondja Pál, nem emberektől, nem emberek tanításából kaptam ezt, hanem az Úr kinyilatkoztatásából. Vagyis az Úr Jézus tárta föl Pálnak azt, amiről ő ír. Ennek fényében tehát olvassuk tovább ezt a szentírási szakaszt.
Pál nem az önmaga gondolatait, hanem Jézus Krisztus tanítását, Jézus Krisztus gondolatait adja tovább, és azonosul Jézus gondolataival. Az Úr Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, melyet értetek adok, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Olvassuk a 23. és a 24. versekben. Vagyis az apostol meghatározza az időt azon az éjjelen, amikor Jézust elhárulták, amikor Jézus átadatott, vagyis szenvedése előtti estén Jézus az utolsó vacsorán teszi mindezt, amiről Pál apostol beszél. Az éjszaka jelképezi egyrészt a meghitt kapcsolatot, a meghitt közösséget az apostolokkal, baráti közösséget, testvéri közösséget. Ugyanakkor az éjszaka már jelzi az elárultatásnak, a szenvedés történetnek a közelettét, a fájdalmát is. Azok a szavak, amiket elmond itt Pál, hasonlóak, illetve azonosak is azokkal a szavakkal, amelyeket az evangéliumokban a kenyér szaporítás történetében olvashattunk. Melyek ezek a kifejezések? Jézus először is kezébe veszi a kenyeret. A kenyeret kezébe veszi. Az Úr Jézus megfogja a kenyeret, megérinti a kenyeret. Jelképesen mondva, a kenyérrel kézbe veszi az egész teremtett világot. A kenyér szimbolizálja az egész teremtett világot is. Jézus a kezébe veszi. Jézusnak a keze áldó kéz. Jézusnak a keze gyógyító kéz. Kézbe veszi a kenyeret. És ezt követően hálát mondva megtöri a kenyeret. A hálát mondani az eukarisztia kifejezéssel jelenik meg. Hálát mondani, hálát adni. Az eukarisztia ezt jelenti görögül, hálát adni. Kinek ad hálát Jézus? A mennyei atyának. A Szentírásban, az evangélium egyik szakaszában olvassuk, hogy Jézus áldja az atyát. Áldalak téged, atyám. Hálát adok neked, atyám. Vagyis Jézus hálát ad az atyának. Hálát ad az Atya Istennek. Majd megtöri a kenyeret. A megtörés gesztusa az osztozásnak a gesztusa. A megtörés gesztusa az ajándékozásnak a gesztusa. És végül Jézus mondja, vagyis megszólal. A szavaival a kenyeret átváltoztatja az ő testévé, hiszen azt mondja, ez az én testem, ti értetek. Az én testem, ti értetek. Jézus világosan kimondja, hogy a kenyér már nem kenyér, hanem az ő teste. Az eukarisztia Jézus Krisztus teste. És hozzáfűzi, az én testem, ti értetek. Vagyis ez a kenyér, az élet kenyere, az eukarisztia értünk adott kenyér. Kifejezi azt, hogy Jézus értünk adja önmagát. Minden emberért feláldozza magát. Ezt az odaajándékozási gesztust hangsúlyozza Pál tehát, amikor azt mondja, Jézus szavait idézve, ez az én testem, értetek. És ezt követően Pál hozzáteszi azt, amit Lukács evangélium 22. fejezetében is olvashatunk az eukarisztia megalapítása kapcsán, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Az emlékezet. Ez nem csupán visszaemlékezést jelent, hanem egy olyan emlékezés, amely jelenvalóvá teszi az utolsó vacsora eseményeit minden egyes eukarisztikus ünneplés során. A tenni kifejezés az a szó, ami cselekedetet fejez ki, ami teremtést fejez ki. Ez az a szó, amivel a
Septuaginta, a görög 70-es fordítás fordítja a Teremtés könyvének az elején a teremteni kifejezést. Teremtő szó. Jézus szava teremtő szó. A kenyeret az ő testévé változtatja át. És ehhez a hit titokhoz azt a parancsot fűzi Jézus, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Vagyis mindig, rendszeresen Jézus az ő gesztusát átadja, rá hagyja a tanítványokra, az én emlékezetemre, Jézust ünnepelve, Jézusra gondolva, Jézust megjelenítve az eukarisztikus ünneplés során. Ezt fejezi ki az én emlékezetemre, ezt tegyétek. Ezt követően a 25. versben folytatja az apostol az utolsó vacsora leírását, amikor ezt mondja: ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre. A 25. vers párhuzamos az előző versekkel, ezt aláhúzza azáltal is Pál, amikor, hogy ki azt mondja, hogy hasonlóan, ugyanígy. A vacsorát követően Jézus kezébe veszi a kelyhet, és mondja, vagyis a következőt mondja a kehelyre: ez az új szövetség az én véremben. Ez a kehely az új szövetség az én véremben. A kehely kifejezi a szövetséget, és a szavakkal Jézus ezt még inkább hangsúlyozza, az új szövetség. A szövetség kifejezés nagyon fontos a Bibliában. Kifejezi Isten és az ember, Isten és az ő népe közötti szoros kapcsolatot, hogy Isten elköteleződik az ő népe mellett. Így például a kivonulás könyvében, 24. fejezetben olvassuk, hogy Mózes vérrel hinti meg az oltárt, és ezzel kötik meg a szövetséget. A vér az Isten és az ő választott népének, a zsidó népnek szövetségének a jele. Jeremiás könyvében, 31. 32. fejezetekben a próféta új szövetségről beszél, amelyet Isten majd kötni fog az ő népével és minden emberrel. És ez az új szövetség valósul meg most, az utolsó vacsorán, amikor Jézus azt mondja: ez a kehely az új szövetség az én véremben. Most már nem áldozati állatok vére jelöli a szövetséget, hanem Jézus Krisztusnak a vére lesz az új szövetségnek, az örök szövetségnek a jele. Isten minden emberrel szövetséget köt Jézus Krisztusban. Ebbe a szövetségbe, ebbe a szeretet kapcsolatba, amely legteljesebben az eukarisztiában mutatkozik meg, Isten minden embert meghív. Olyan szép ez. Jézus új szövetségről beszél, az én véremben. A vér kifejezi Jézus életét, a vér kifejezi Jézust önmagát. Jézus odaajándékozza magát nekünk, értünk, hogy ő általa, ő benne szövetségre léphessünk, örök szövetségre léphessünk a jó Istennel. És ehhez a mondathoz is hozzáfűzi Pál: ezt tegyétek, ezt cselekedjétek. A cselekedni ugyanaz a kifejezés, mint az előbb, mint az előbbinél volt. Vagyis ünneplésre, folytonos cselekedetre ösztönöz. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez nem csupán azt jelenti, hogy visszaemlékezzünk Jézusra, hanem azt, hogy az eukarisztiát ünnepelve, Jézus Krisztus testével és vérével táplálkozva, mi is váljunk egyre inkább Jézus Krisztussá. Jézus Krisztusi legyen a mi cselekedetünk, a mi gondolkodásunk. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, arra való meghívás, hogy Jézust kövessük, hogy mi is a testünket, vérünket, egész személyünket, egész valónkat adjuk oda az Úr Jézusnak, illetve adjuk oda mások szolgálatára. Ezt cselekedjétek,
az én emlékezetemre. Jézussal való kapcsolatot, személyes barátságot jelent. Személyes kapcsolatot, amely kapcsolat él, élő kapcsolat. Végül a 26. versben ennek a szentírási egységnek a lezárásaképpen ezt mondja Pál apostol: valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, míg el nem jön. Ez pedig már arra utal, hogy a Szent Mise ünneplése, az Eukarisztia ünneplése hirdetés, misszió, hirdetése Jézus Krisztus halálának, és meghirdetése annak, hogy az a Jézus, aki meghalt és feltámadt, vissza fog jönni egyszer a maga dicsőségében. A keresztény élet, fogalmaz egy teológus, Jézus Krisztus halála és feltámadása, illetve Jézus Krisztus második eljövetele közötti élet. Várjuk Jézus második eljövetelét. Vágyakozunk rá, várjuk az ő eljövetelét, és addig, e várakozás során hirdetjük azt, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. Hogy a Szent Misében is az átváltoztatás csodálatos pillanatait követően, amikor a miséző pap azt mondja, íme hitünk szent titka, mi is ezzel válaszolunk, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ez a részlet tehát a 23-tól a 26-os versekig Pál számára kifejezi azt a csodálatos ajándékot, és mindannyiunk számára az apostol ki akarja fejezni azt a csodálatos ajándékot, hogy Jézus Krisztus az utolsó vacsorán önmagát ajándékozta minden emberért. A kenyeret az ő testévé, a bort az ő vérévé változtatta át, hogy velünk maradjon, és azt a parancsot adta az apostoloknak, az apostolok utódainak, a püspököknek, és a püspökök munkatársainak, a papoknak, hogy ők is ünnepeljék az Eukarisztiát, vagyis Jézus testét és vérét ünnepeljék azáltal, hogy az Eukarisztia titkát ünnepeljük mindannyian. A papok kapták meg a hatalmat, a püspökatyák kapták meg a hatalmat arra, hogy a kenyeret Jézus testévé, a bort Jézus vérévé változtassák át. Jézus akarata ez, és mindezt azért, hogy emlékezzünk rá, hogy az Eukarisztia Szent Mise során jelenvalóvá tegyük Jézus Krisztus áldozatát, Jézus Krisztus közöttünk való jelenlétének örömhírét. Milyennek az üzenete ma számunkra? A Lectio Divinának fontos része az elmélkedés, hogy a szentírási szakasz mit mond ma nekem. Ezeken a szavakon, amiket leír Pál, fontos, hogy olyan módon is eltűnődjünk, hogy mit jelent ez ma az én életemben. Egy picit álljunk meg itt. Jézus kezébe veszi a kenyeret, hálát adva megtöri, és mondja, ez az én testem, értetek. Olvastuk a 23-as és a 24-es versekben. Jelképesen azt is mondhatjuk, hogy Jézus bennünket is kezébe vesz. Jézus bennünket is megérint, reálisan, valóságosan. Hagyjuk, hogy Isten keze megérintsen bennünket. Hagyjuk, hogy Jézus az ő kezébe vegyen bennünket. Hagyjuk, hogy a napi feladatainkat, gondolatainkat, mindazt, amink van, Jézus a kezébe vehesse. Tegyük bele minden nap magunkat az Úr kezébe. Hagyjuk, hogy ő megfogjon, megérintsen, átöleljen, megtisztítson bennünket. Jézus adja kenyér felett, fölöttünk is, miattunk is hálát ad az Atyának. Jézus örül nekünk, Jézus gyönyörködik bennünk, Jézus hálát ad értünk az Atyának. Jót tesz nekünk ezen elgondolkodni, hogy értékesek vagyunk. Jézus ünnepel bennünket, hálát ad nekünk, hálát ad értünk az Atyának. Majd, ahogy Jézus megtöri a kenyeret, mondhatjuk azt is jelképesen, de ugyanakkor valóságosan, hogy Jézus bennünket is megtör.
A kereszt a különböző próbatételeket, szenvedéseket jelképezi. A megtöretés alkalmat ad arra, hogy megtisztuljunk. A különböző próbatételek, krízisek, tanít Ferenc pápa, lehetőséget jelentenek számunkra, hogy fejlődjünk, hogy erősödjünk. Hagyjuk, hogy Jézus keze megtörjön bennünket. Hagyjuk, hogy Jézus megtisztítson bennünket. Egy szenvedés, egy próbatétel, ha Jézusra tekintünk, ha Jézussal együtt fogadjuk el azt a próbatételt, akkor az a javunkat szolgálja, megtisztulásunkat. Rádöbbenünk arra, hogy egy bencés szerzetes fogalmazott, mi a fontos és mi a kevésbé fontos dolog. És végül, ahogy Jézus kimondja a szavakat, és a szavaival a kenyeret az ő testévé, a bort az ő vérévé változtatja át, úgy hagyjuk, hogy felettünk is, bennünk is Jézus kimondhassa nap mint nap az ő szavait, bennünket is átformálhasson, bennünket is az ő testévé, vérévé alakíthasson át, mert nekünk is eukarisztiává kell alakulnunk, vagyis Jézus Krisztusivá kell formálódnunk. És ez megtörténik, ha hagyjuk, hogy az Úr szava bennünk tevékenykedjen, ha hagyjuk, hogy az Úr szava bennünk cselekedhessék. Vagyis Jézussá válhatunk az eukarisztia rendszeres vétele által, az Úr szavának vétele által, az Úr szava által. És mindezt azért, hogy Jézusért éljünk, hogy Jézusnak ajándékozzuk magunkat, hogy mások szolgálatára éljünk. Az eukarisztikus lelkület ezt jelenti alapvetően. És végül a szentírási szakasz utolsó részletében a 27. verstől a 34. versekig az apostol szintén néhány gyakorlati tanácsot ad az eukarisztikus ünnepléshez kapcsolódóan, amikor azt mondja, hogy mindenki vizsgálja meg magát, és csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki méltatlanul eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, tulajdon ítéletét eszi és issza. 28-as, 29-es verseket olvastam fel. Vagyis nagyon fontos, hogy mindig tudatosítsuk magunkban azt, hogy az oltári szentség Jézus Krisztus teste és vére. Amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor ez a hitigasság, ez a titok éljen bennünk nagyon elevenen, hogy nem egy egyszerű kenyeret fogyasztunk, hanem az élet kenyerét, Jézus Krisztus testét. Ezzel a hittel, ezzel a meggyőződéssel járulhatunk csupán a szentáldozáshoz. Ugyanakkor arra is rávilágít az apostol, hogy mindig tudatosítsuk azt magunkban, hogy méltatlanok vagyunk. Ahogy a százados mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Ehhez hasonlóan mondjuk minden szentáldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Azzal az alázattal, azzal az egyszerűséggel közeledjünk Jézushoz, hogy ő ajándékba adja magát nekünk. Mi nem vagyunk erre méltók, ajándékba kapjuk. És ez szabadítson föl bennünket arra, hogy bátran járuljunk a szent áldozáshoz, mert ajándékba kapjuk az Urat. Hittel és bátorsággal járuljunk a szent áldozáshoz. És arra is felhívja a figyelmet az apostol, hogy amikor szent áldozáshoz járlunk, amikor az eukarisztikus ünneplésben részt veszünk, amikor szent misét ünneplünk, akkor az a titok, hogy Jézus szent testével és vérével találkozunk a szent áldozásban, arra hív meg bennünket, és arra kötelez bennünket, hogy egymás felé is ezzel a tisztelettel, ezzel a szeretettel forduljunk, hogy a másik emberben Jézus van valóságosan jelen. Arra hív az apostol, hogy törekedjünk az egységet, a közösséget építeni. Mondjunk nemet a széthúzásra, és mondjunk igent a párbeszédre. Építsük a párbeszéd, a találkozás kultúráját, ahogy Ferenc pápa kéri tőlünk gyakran.
Szentmise ünneplése csúcsa és forrása keresztény életünknek. Szemléljük ezt a titkot Szent Pál apostol szavain keresztül is, az első Korintusi levél 11. fejezetéből, és törekedjünk azon is eltűnődni, hogy az eukarisztia titka bennünket is át akar formálni, hogy mi is eukarisztiává váljunk, vagyis mi is Jézussá váljunk mások számára. Csendesedjünk el, és ebben a csendben hívjuk a Szent Lelket, szemléljük Jézus Krisztus szent testének és vérének titkát az oltári szentségben, és tűnődjünk el ebben a csendben, hogy mi az a szó, amely megérintett engem, mi az az érzés, ami most bennem van, és mi az a feladat, amire meghív engem az Úr, miben kell megtérnem, miben kell alakulnom, formálódnom. Csendesedjünk el. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője, Szent József és Jeromos, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm szépen figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!